Kedves nézőink, köszöntöm Önöket, a Tapolcai Városi Televízió sportmagazinját látják. Kezdjük rövid sporthíreinkkel. Vívás. A lipcsei világbajnokságon nagyszerűen küzdött a felnőtt férfi párbajtőr válogatott tagjaként a Tapolcáról indult Rédli András és Siklósi Gergely. Bányai Zsomborral és Sonfai Péterrel kiegészülve a csapat 41 indulóból Oroszországgal a harmadik helyért vívott küzdelemben remekelt utoljára megméretetésen, ahol alul maradtak, így a negyedik helyen zártak. Rédli egyéniben viszont felállhatott a dobogóra, a bronzérem került a nyakába. A júliusi lengyelországi Wroclawban a nem olimpiai sportágak legnagyobb világversenyen a világjátékokon a magyar férfi strandkézilabda válogatott a negyedik helyet szerezte meg. Az együttest erősítette a tapolcai származású, az orosházi FKS-el Linemár csapat tagja Jón András is. A Városi Sport és Szabadidő Centrum salakos teniszpályái júliusban 2 versenyt is vendégül láttak. A Tapolca Városi Sportegyesület tenisz szakosztálya hónap elején a nyári kupa város tenisz versenyt hirdette meg, ahol a dobogó legfelső fokára a német Tibor, Gyöngyösi Csaba, második fokára a dr. Horváth Gábor, Nemes Zoltán, míg a harmadik fokára a Nagy László, Köller István páros állhatott. A nyári kupa egyéni teniszversenyt hónap végén rendezte meg a szakosztály, ahol Kassai Balázs szorított maga mögé mindenkit, az ezüstérem dr. Horváth Gábor, míg a bronzérem Gyöngyösi Csaba nyakába került. A tapolcai Szollár Norbert a Dunántúli Szlalomkupa Ácson megrendezett futamán kategória első, abszolút második helyet szerezte meg. A Tapolcai Sportakadémia SE újonc atlétái a Magyar Atlétika Szövetség rendezése alá tartozó budapesti korosztályos országos bajnokságon szép eredménnyel szerepeltek múlt hónapban. Vadászi Biborka távolugrásban 62 induló között 486 cm-es eredménnyel a negyedik helyen, magasugrásban 148 cm-es teljesítménnyel a hatodik helyen végzett. Utóbbi versenyszámban Varga Lizandra szintén 148 cm-t teljesítve az ötödik helyet szerezte meg, edző Csapó Mónika és Bakler Zoltán. 111 kilométert, azaz a korábban teljesített ultra-balatoni távnak pontosan a felét teljesítették a tapolcai trappolók az első alkalommal megrendezett ultra-Tisza tókerülő futáson július közepén. A távot egyéniben, párosban és váltókban lehetett teljesíteni. A trappolók a nagy távolság ellenére is szép számban indultak a különböző számokban szép sikerekkel. A versenyen összesen 8 fővel indultak a tapolcaiak. Virosa Noémi és Gál Zsolt vegyes párosban indultak, összesen 55-56 kilométert futottak. Molnár Éva, Komjáti Sándor és Vadász Attila két keszthelyi futóval kiegészülve 5 fős csapatban teljesítették a 111 kilométert. Nagy Miklós két fős férfi váltóban, míg Szalkai Zsolt és Földesi József egyéniben indult, és sikeresen megkerülte Magyarország második legnagyobb tavát. 2 egyéni csúcs is született a verseny alatt. Szalkai Zsolt először futott egyben 111 kilométert 12:14:35-ös idővel, míg Nagy Miklós két fős váltóban első ultratávját 56 kilométert teljesített 5:10:20-as idővel. A Spinning Club Tapolca 8 fős csapata 10 órán át tekert a Keszthelyi Városi Strandon múlt hónapban a 9. Spinpa maratonon. A Kozmáni Erzsébet, Kövesiné Katalin, Mohos Bárány Nóra, Mohos Imre, Szűcs Zoltán, Tóth Péter, Vers Ramona és Vég Attila alkotta csapata 6. helyen végzett. Az MTD Hungária megyei másodosztályban szereplő Tiac VS-e várja a labdarúgást kedvelő, szerető fiatalokat mindegyik korosztályból. A hazai mérkőzések helyszíne a Városi Sport és Szabadidőcentrum, itt tartják az edzéseket, illetve az érdeklődők itt kaphatnak felvilágosítást a megújult vezetésről. Nem árt tudni, hogy az U19-es férfi csapat magabiztosan nyerte a legutóbbi bajnokságot, míg a felnőtt együttes a tabella 8. helyén zárt. Taggyűlést hirdetett július közepén a Tapolca Városi Sportegyesület sakszakosztálya a Tamási Áron Művelődési Központban, ahol megválasztották az új vezetőségi tagokat. Ács Lajos szakosztályelnök vázolta a megjelent szakosztályi tagoknak, illetve hozzátartozóiknak az összejövetelt célját. Paré József szakosztályvezető a 2015-2016-os évzáró gyűlésen bejelentette, hogy az idei évben kívánja utoljára betölteni pozícióját. Lemondását és utódjának megválasztását a klasszikus sportév megkezdése, azaz szeptember előtti időszakra ütemezték. Ács Lajos jelezte az egybegyűlteknek, hogy a TVS elnökség által megjelölt szakosztályvezetői pozícióra egy pályázat érkezett, melyet érvényesnek és alkalmasnak minősítettek.
Istvándi Lajos 4 támogatóval együtt beadott pályázata az elnök szerint összefogást és jogfolytonosságot mutat. A jelölt lehetőséget kapott, hogy a jelenlévőknek személyesen is vázolhassa röviden elképzeléseit, terveit. A határozatképes közgyűlés keretei között megválasztották Istvándi Lajost szakosztályvezetőnek, a pályázatban megjelölt 4 támogatójával együtt. Ács Lajost, Bodoni Herceg Szilviát, Bodor Norbertet, Buzás Lajost, Hlavács Krisztiánt, Istvándi Lajost, Kosztolánci Gyulát, Vajda Attillát, valamint Paré József javaslatára a szakosztály legfőbb támogatóját, a Rockwool Hungary Kft. Képviselő Domonkos Tavást pedig megválasztották a SAK szakosztály elnökségi tagjainak. A szakosztályelnöki pozíció betöltésére ismét Ács Lajost szavazta meg a közgyűlés. Az összejöjtel végén Ács Lajos, Paré Józsefet, aki 48 évvel ezelőtt életre hívta és az azóta is vezette a szakosztályt, ezzel együtt országosan elismert sakkcentrumot hozott létre Tapolcán, tiszteletbeli és örökös szakosztályvezetőnek javasolta. A korábbi vezető kihangsúlyozva, hogy senkinek sem szeretne csalódást okozni, visszautasította a felkérést, viszont jelezte, hogy ezentúl is mindenben számíthatnak rá, beleértve az oktatást is. Első alkalommal szervezte meg július 15-én a Tapolca Városi Sportegyesület extrém sport szakosztálya, a dört és a park, azaz két pályát is érintő kerékpáros extrém sportfest programot a Városi Sport és Szabadidő Centrumban. A meglévő fémszerkezetes betonpark mellé pár évvel ezelőtt kezdték meg önmaguk szórakoztatására a mára már komoly versenyek lebonyolítására alkalmas Tapolca Terasz Rész pálya kialakítását. Az önkényes bozótiltást és építést a terület tulajdonos Rockwool Hungary Kft.-nek, Tapolca önkormányzatának és a Városi Sportegyesület extrém sport szakosztályának három oldalú megállapodása legalizálta, ezzel biztosítva a további működést és fennmaradást. A tavalyi pályavatóhoz képest miben fejlődött mostanra ez a verseny? Tavaly ugye csak hátul a dörten a földugrókon volt verseny, most itt a parkon is, ezen a fém betonpályán is rendeztünk versenyt. Előtte egyébként 2 évvel ezelőtt meg előtte is voltak itt verseny, olyan néven, mint Dunántúli Bajnokság és Tapolca Open. Ezeknek a versenyeknek a sikerén felbuzdulva indítottunk most itt egy versenyt. Egyébként kori kategóriában, inline kategóriában minden évben megszervezünk itt egy versenyt. Most viszont csak kerékpáros kategóriába szerveztünk meg itt is versenyt, itt a parkban és hátul a dörten is. A mai napunk reggel egy nyitóval indult, utána pedig itt a skateparkban volt először is egy selejtező, mint BMX és mountain bike kategóriába. BMX kategóriába meg volt osztva amatőrökre és profikra. Közülük választottunk ki 10-et, ugye a 10 legjobbat, van egy 4 tagú zsűrink, aki pontozza őket 4 szempont alapján, és ezáltal kijön a legjobb 10, és ők jutnak tovább a döntőbe. És utána pedig hátul a dörtön, a földugrós versenyünkön pedig csak nem volt selejtező, hanem egyből a döntő volt, mivel a környezeti tényezők miatt eléggé megrongálódott a pályánk, és nem lehetett annyira használatba venni, meg a hangosítás hiánya is a dolgok között volt, ezért ott csak egy ilyen verseny volt, egyből döntő, és ott már egyből ki is derült, hogy ki a legjobb 3. A zsűri 3 szempont alapján dönt, az első a stílus, hogy az adott versenyző milyen stílusban biciklizik, a második a pálya kihasználtság, mennyire használja ki a mi pályánkat, a harmadik pedig a trükkök nehézsége, hogy milyen trükköket visz véghez itt a pályánkon. Hányan vagytok ma itt? Hát körülbelül egy olyan 250-en, 130-an igazoltak vissza az eseményen Facebookon, hogy itt lesznek. Szerintem a nagy részük egyébként itt is van, ez változó. Régebben sokkal többen voltak, most szerintem az időjárás miatt is nagyon szeles, és ezért kevesebben jöttek el. Befolyásolja valamennyire a versenyt és a versenyzőket az időjárás? Itt például a célra gondolok. Igen, sokban befolyásolja, mint látható. Ugye van egy fanboxunk, amin ugrani kell, és ott ugye a versenyzőt a szélben el tudja vinni, vagy a levegőben a szél el tudja vinni, és a szembe fújó szél lelassíthatja versenyzőinket, ezért mondjuk kevesebb sebességgel mennek neki a trükköknek. Ezért befolyásolja, igen.
mindegyik kategóriában külön, különleges ilyen exkluzív tapolcai díjaink vannak. Ez tavaly alakult ki. Itt a mostani park kategóriában még nem láttam a díjakat, mert azok mostanában készültek el, azokra én is kíváncsi vagyok, viszont a dirt kategóriában ilyen exkluzív fa, égetett fa díjaink vannak, amit köszönhetünk Fábián Karolinnak, ugyanis ő szolgáltatta a fákat, és egy helyi srác égette bele a díjakba ezeket az elnevezéseket, hogy ki hányadik lett. És a versenyzők, illetve a nézelődők honnan jönnek? Az ország több részéről, szóval Szombathely, Pécs, nagyon messziről, akár Budapestről is elég messziről eljönnek, ugyanis van egy ilyen úgynevezett versenynaptár, így a közösségünkben ezt a ride.hu szolgáltatja, ez egy ilyen hivatalos versenynaptár, és ott ugye az egész országból látják, hogy hol vannak évközben versenyek, ezért nincsenek átfedések, így mindenki kibontakozhat, nincs olyan, hogy egy helyen, vagyis hát több helyen két verseny van, és ezért megoszlanak az emberek. Ezért általában egy időszakban egy verseny van, és ezért is akárhonnan eljöhetnek hozzánk, és akármilyen platformon elérhették, hogy nálunk most éppen verseny van. Említetted, hogy több városból is érkeztek. A környéken vagy Magyarországon a tapolcai pálya vagy pályák milyen szintűnek számítanak? Hát országos szinten nem a legjobb, vannak jobb épített pályák, viszont a Dunántúlon úgy tudom a miénk a legjobb pálya. Kifejezetten a fanboxunk az elég nagy itt a Dunántúlon, és szinte a legjobb. Terveztek-e még fejlesztéseket a pályákon? Igen, mindegyik pályánk egyfolytában a fejlődésben van. Itt a parkunkban folyamatos fejlesztés alatt van a borítás, ugyanis az időjárási tényezők egyfolytában rongálják, ezért újra kell cserélni a faborítást a fém elemeken. A dörtünköt, a földugróinkat persze egyfolytában javítgatni kell, mivel az időjárás lerombolhatja, ezért újra kell csinálni, meg jönnek új ötletek, és ugye bármit meg lehet valósítani földből, ezért is nagyon tág ez a nagy kreativitással akármit létre lehet hozni földből, ezért is szeretjük a földugrókat. A hétköznapokban, illetve hétvégéken, akkor, amikor nincsen verseny, akkor mennyire népszerűek ezek a pályák? Egész népszerű, akkor is szoktak hozzánk jönni, nem ennyien, egy ilyen 10 ember nagyjából minden hétvégén van a pályánkon, ez is persze egy nyári időszakban, télen annyira nem használt, ugyanis nem fedett, és a vízben nagyon csúsznak a fémelemek, ezért általában ilyen száraz időben, szél nélkül nagyon használható, és bárhonnan eljönnek igazából, mert nagyon jó ez pályánk itt a Dunántúlon. Mit lehet tudni a szervezőkről? Hát igazából a Tapolcai Városi Sportegyesület extrém sportszakosztálya szervezte ezt a versenyt, ami a helyi srácokból áll. Igazából sokan már szétrepültek ebből a bandából, hogy úgy mondjam, mert mindenfele egyetemen vannak, meg kiöregedünk, de még így is mi szerveztük meg, mi tapolcaiak, és nem tudom, hogy következő években lesz-e, de valószínű igen. A BMX megmérettetésen dört amatőr kategóriában első Farkas Martin, második Kranabed Bence, harmadik Asztalos Krisztián, profi kategóriában első Gyurán Márton, második Vukman Márk, harmadik Durászkai Dániel. Park amatőr kategóriában első Farkas Martin, második Gerencsér Dávid, harmadik Ábel Tamás, profi kategóriában első Durászkai Dániel, második Gyurán Márton, harmadik Józsa Milán. A mountain bike versenyen dört kategóriában első Vörös Bence, második Lévai Bence, harmadik Fábián Máté. Park kategóriában első Lévai Bence, második Fábián Máté, harmadik Horváth József. A meghirdetett további Big Air és Best Trick kategóriák időhiányában maradtak el. A Tapolca Városi Sportegyesület extrém sport szakosztálya történetében immár negyedik alkalommal rendezett extrém görkorcsolya versenyt, a helyszín a Városi Sport és Szabadidő Centrum pályája volt július 29-én. A nagy melegre való tekintettel késő délután rendezték meg a roncsra Inline Skate Jam Ampro kategóriákban zajló küzdelmeket. A veszélyes, ugyanakkor helyenként lélegzetelállítóan technikás, akrobatikus jelenetekben bővelkedő versenyre az ország számos pontjáról érkeztek versenyzők. A versenyszellem, az érzékelhető összetartó társaság, a profi sportolásra alkalmas pálya igazán jó hangulatú és látványos pillanatokkal ajándékozta meg a gördülőket, barátaikat és különleges sportért rajongó közönséget egyaránt.
Ez a negyedik roncsára görkocsolja a verseny, amatőr és pro kategóriába került most megrendezésre. 22 versenyző jött az ország különböző pontjáról. Az amatőr és a profi verseny után lesz még egy best trick versenyünk. Best trick verseny, mit kell erről tudni? Ez a legjobb trükköt, lesz mindenkinek három próbálkozása és a legjobb trükkét kell beadni. Hihetetlen veszélyesnek tűnnek ezek a mutatványok, azok valóban? Igen, elég veszélyes. Mindenki használ legtöbbször védőfelszerelést, térvédőt, csipcsontvédőt, sisakot, csuklóvédőt. A pontozási rendszer az hogy működik? Mit kell róla tudni? Háromtagi zsűri van, aki értékeli a részvevőket. És tehát itt nem sokára győztest is fognak hirdetni? Most megy a selejtező a profiba, és utána még lesz egy a döntők. Amatőr és profi kategóriába. Ennek a sportágnak vannak hazai sztárjai, léteznek? Igen, léteznek. És ők itt vannak? Vannak itt belőlük is. Mondjunk neveket. Gyömi, Miskolci brigád. Te gyakorlatilag olyan nevek vannak itt, akik országosan ismertek ezenből a kultúrán belül. Igen, ők minden az országos versenyekre el szoktak járni. Vannak itt Miskolcról, Debrecenből, Kecskemétről, Hódmezővásárhelyről, Székesfehérvárról, Budapestről, Veszprémből, Pápáról, szinte az ország összes városából jöttek. Tapolcáról is vannak nyilván versenyek. Igen, 5 versenyző van Tapolcáról. Kik ők? Az extrém sportakosztály tagjai. Ketten indultunk profi kategóriába, és hárman indultak amatőr kategóriába. Kicsit a sporták hátteréről. Mi kell ahhoz, hogy valaki ilyen szintre eljusson a görkorcsolyázásba? Kitartás. Pusztán kitartás elég? Igen. Mert itt hihetetlen akrobatikus mutatványokat is láthat. Igen. Augusztus első hetében brit vívók edzőtáboroztak Tapolcán. Egy innennel származott edző Kessler Dávid irányításával és közreműködésével. Dávid közel 7 éve él kint Angliában, ahol edzőként dolgozik. Vívó pályafutása egészen óvodás korára nyúlik vissza. 15 évig üzte ezt a sportot, majd edzőként folytatta tovább a pályafutását. Az őt kinevelő akkori Balaton vívóklubban 5 évig tevékenykedett edzőként, majd elfogadott egy edzői állást Londonban. Helyi szinten az edzőtábor megszervezésében és lebonyolításában Fábián Kata személyi edző volt segítségére. Még korábban én is párbajt őröztem, és amikor felmerült az ötlet, hogy Kessler Dávid Tapolcán tartaná az edzőtáborát, akkor felvette velem a kapcsolatot, mint megtudta, hogy én is személyi edzéssel foglalkozom, és így közösen állítottuk össze a vívóknak az edzéstervét a hétre, és így dolgoztunk végig alaposan minden képességre. A korosztály az most idén nagyon változatos volt, hiszen 16 évestől a 40 évesig volt minden, és idén először nők is részt vettek az edzőtáborban. Hogyan alakult a programotok erre az egy hétre? Nagyon változatos volt, volt külön erőléti edzésük, ez főleg állóképességi, erő, gyorsasági, koordinációs edzés volt, volt spinning edzésük, ez ugye kimondottan egy állóképességi mozgásforma, és voltak hegyet mászni. A Grundfos Tatabánya KC és a Balatonfüredi KSE NB1-es férfi kézilabda csapatai a Csermák József rendezvénycsarnokban játszottak edzőmeccset hónap elején. A Tapolca Városi Sportegyesület női kézilabda szakosztálya, illetve a Tapolcai Női Kézilabdáért Alapítvány szervezésében zajló délutánon a csapatokat és a megjelenteket Dobó Zoltán polgármester köszöntötte. Az izgalmas edzőmeccset követően a nap vendéglátással zárult a szervezők jó voltából. A tavalyi szezon nem úgy sikerült, hogy szerettük volna, 6-ok lettünk a bajnokságba, az volt kitűzve a cél, hogy 4-ek leszünk. Én úgy gondolom, hogy ez idei szezonra is egy reális elvárás, a 4. helyezett a magyar bajnokságba, illetve a magyar kupába, és ezt a célt szeretnénk elérni ebbe a szezonban. Én egy nagyon jó ötletnek tartom, hogy itt Tapolcán tudtunk találkozni a tudományi csapattal. Ez egy presztízs mérkőzés, úgy gondolom, és remélem, hogy szórakoztató lesz a közönség számára is. Hát igazából az elvárásunk önmagunkkal szemben, hogy szeretnénk megismételni a tavalyi sikereinket, tehát a bajnoki harmadik helyezést, egy magyar kupa bronzérmet, és szeretnénk az EHF kupába minél tovább jutni. Ez tudjuk azonban, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz, hiszen az ellenfelek sokat erősödtek, a nemzetközi kupában pedig nagyon sokat jelent egy, hogy milyen ellenfelet fogunk kapni a harmadik fordulóba.
Igazából nagyon szívesen vettük ezt a tapolcai meghívást, hiszen ez egy régóta, hogy is mondjam, húzódozó, de időhiány miatt nem megvalósult mérkőzés volt. Hát az időjárás nem igazából fogadta kegyeibe a csapatokat, mert azt gondolom kézilabdára lehetne egy picivel ideálisabbat is elképzelni. Számunkra ez az első mérkőzés lesz. A múlt hét elején kezdtük a felkészülést, és tulajdonképpen a játék az mostantól kezdődik. Ez egy női kézilabdáért alapítvány szervezésében jött létre ez a mai rendezvényünk. Abból az elgondolásból, hogy a női kézilabdában elég sok a játékos hiányunk, szerkezeti hiányosságaink vannak, eszközhiányunk van, és muszáj a csapatot, szeretnék a csapatot mindenképpen anyagilag, erkölcsileg és mentálisan is támogatni. Hála Istennek a Tatabány és a Balatonfüred első megkeresésünkre örömmel vállalták a mai szereplést, és a két csapat is jó baráti kapcsolatot ápol egymással, úgyhogy örültek is az első idei meccsüknek. Remélem, hogy több ilyen rendezvényünk lesz, és a csapatot fel tudjuk karolni anyagilag is, ami nagyon fontos, mert van mire fordítanunk. Játékos hiányunk van, és az elkövetkezendő jó pár évben az a tervünk, hogy a fiatal generációt itt tartsuk, hogy a hiányt pótló posztokon tudjunk embereket itt tartani, presztízs legyen és öröm legyen Tapolcán kézilabdázni. Ehhez viszont nagyon sok munka, rengeteg pénz, energia, és hát öröm vár ránk. Most következő stúdióbeszélgetésünk vendége Fazekas Denisz, egy Tapolcáról indult fiatal salakmotorversenyző. Tavaly 6 éves szerződést írtál alá egy lengyel klubbal, és szép eredményekkel szerepelsz a versenyeken is. Hogyan jutottál el idáig? Hát én igazából a motorozást 6 éves koromban kezdtem, crossmotoroztam, és a salakmotorozást 2011-ben kezdtük el a gyulai klub segítségével. Ez a második éven versenyszerűen 500 köbcentiben, és egyre jobban jönnek az eredmények, egyre jobban fejlődünk, technikailag is, egyre több versenyre hívnak. Aztán ez a lengyel szerződés ez úgy sikerült, hogy tavaly nyár elején kimentünk, és ilyen csak edzési lehetőséget kerestünk, hogy melyik klubnál lehetne esetleg egyet edzeni. Nem is az volt a cél, hogy szerződés, csak hogy mennyire vagyunk lemaradva az ottani junioroktól. És ez a lengyel klub, ez a faluba, Zilina Góra, ez visszahívott minket, hogy szeretnének megnézni az ottani edző, a tulaj. És visszahívtak, természetesen elmentünk, ott voltunk megint egy hétig, edzettünk, megnéztek, és akkor elhívtak minket egy ilyen megbeszélésre, és akkor kötöttük meg a szerződést. És gyulai licenszel is indulsz, illetve a lengyel klubnál is vannak kötelezettségeid. Ezeket hogy tudod összeegyeztetni? Hát próbáljuk azt megbeszélni, hogy ne legyenek egybevágó versenyek, tehát mindenhova időben oda tudjunk érni. A gyulai licenszel igazából itt a Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Horvátország, itt tudok versenyezni, itt vannak lehetőségek, meg még Csehországban. A lengyel licencemmel az még nincs meg, az jövőre töltöm be, és hát idén töltöm be a 16. életévemet, és jövőre kezdhetek el ott versenyezni. Hogyan zajlik a felkészülésed? Hol készülsz fel, mennyi időközönként, mennyi ideig tart egy ilyen gyakorlás vagy felkészülés? Hát edzeni itt a környéken sajnos nem lehet, mert nincs pálya. Tehát nekünk ilyen 400-500 kilométert kell utazni egy sima edzésért is, ami egy edzés 2 óra. Hogyan tudod összeegyeztetni az iskolai kötelezettségeidet az egyéb szabadidős, illetve a versenyzési kötelezettségeiddel?
Hát nagyon nehezen. Tehát meg kell érteni az iskának, hogy van, amikor egy hétig nem tudok benni, mert Lengyelországba kell lennem, vagy esetleg egy napot hét elején vagy a hét végén nem tudok menni, mert korán, és hát egy nap előbb el kell indulni, messze van a verseny. Nehezen. Tehát tanulni, meg ugye még nekem kell otthon csinálni a motorokat, felkészíteni a versenyre, lemosni a verseny után, ez mind nekem kell. Nehezen. Nagyon nehezen tudom. De egyelőre sikerül. Barátaid, osztálytársaid, ők hogy viszonyulnak ehhez, hogy te már ilyen sikereket érsz el, nem is csak hazai, hanem nemzetközi pályákon is? Hát részben irigyek, tehát nem tudják átlátni, mindig azt hiszik, hogy csak egy motoros, meg... de nagyon sok munka áll mögötte, tehát én nagyon sok mindenről lemondtam, nagyon sok mindent megtettem, hogy én ideig eljuthassak, én büszke vagyok erre. Kik azok, akik támogatnak, akár mondjuk a felkészülésben, vagy akik versenyekre elkísérnek, és ott veled vannak? Van egy, a Gyulakeszibe lakunk, ott van egy barátom, a Magyar Krisztián, ő úgymond a szerelőm, ő szokott velünk járni versenyre, meg ha éppen nem dolgozik, akkor kijön és segít a motorokat rendbe rakni, segít felkészíteni a motorokat, és ő jön velünk minden versenyre. A családban ez, hogy te versenyzel, ez milyen lemondásokkal járt? Hát ott is nagy lemondásokkal, tehát nem tudunk ott lenni névnapokon, születésnapokon, nem tudunk otthon lenni, három vagy esetleg egy-két nap utána érünk haza. A tesóimmal nem tudok annyit lenni, vagy ha otthon vagyok, akkor a garázsban vagyok, ha nem, akkor meg valahol úton vagy éppen edzésen, tehát annyit nem tudok velük lenni. Anyával, amit tudok, azt mindig megbeszélem, aztán utána megyek ki a garázsba. A felkészülésednél túl a motorozáson van-e valamilyen más felkészülés, erőnléti, vagy valami mentális ráhangolódás, ami szükséges ilyenkor versenyek előtt? Hát ugye nekünk télen nincs szezon, nekünk a tél arról szól, hogy a jövő évre kondicionálisan felkészüljünk. A mentális felkészülés, ugye nagyon, nagyon nagy reflex kell a rajtnál, és abba szoktunk mindenféle ilyen gyakorlatokat csinálni a verseny előtt, ezzel szoktam felkészülni. Visszakanyagra picit itt a kezdetekhez, érdekelne az, hogy egyáltalán hány éves kortól lehet versenyezni ilyen kategóriában? 15 éves kortól lehet itthon, de Lengyelországban betöltött 16. életévtől lehet versenyezni. A motorod, azon valamit mindig bütykölsz, vagy azt készen lehet kapni? Nem, az ne, készen, csak készen nem lehet kapni, azt össze kell mindenkinek rakni. Alkatrészeket lehet csak venni hozzá. Azon mindig mindent kell állítani. Tehát ha ilyen az idő, akkor már más beállítás, ha ilyen a pálya, már más beállítás. Ha verseny közben változik a pálya, akkor más beállítás, tehát nagyon sok mindent kell otthon is csinálni. Írom a könyvemben minden verseny után, hogy milyen beállításokkal mentünk, milyen volt a pálya, milyen volt az idő, és akkor ha esetleg elmegyünk egy versenyre, és akkor na, pont ilyen volt a pálya, ilyen idő volt, akkor azt a beállítást próbáljuk meg alkalmazni. Említetted, hogy van egy szerelő barátod, illetve hogy te szoktad a motorodat fejleszgetni, szerelgetni. Ti ketten dolgoztok rajta, vagy van, aki esetleg ezt ellenőrzi, vagy segít benne, úgy értem, idősebb ember? Hát igazából apukám, aki mindig ott szokott lenni, aztán ha valami nem jó, akkor beleszól. De ez nem is baj, mert inkább szóljon bele, mint hogy valami esetleg baleset legyen. Elfelejtett meghúzni valaki egy csavart, vagy valami. Ő szokott, aki úgy versenyekre is így hárman megyünk, tehát ő, szerelőm meg én, nem családi kirándulás. Versenyek azért elég veszélyesnek tűnnek így kívülálló szemével. Neked volt már valami komolyabb sérülésed? Volt kettő. Egyszer eltörtem a kulcsontomat, meg egyszer a térdemmel volt egy kicsit ilyen nagyobb probléma, de mind a kettőből felépültem, aztán folytatom.
kanyarodjunk azért vissza a kellemesebb részére, versenyeredményekre. Mi az, amire az eddigi pályafutásod során te a legbüszkébb vagy, ilyen fiatalon mondhatni? A legbüszkébb arra vagyok, hogy erre a szerződésre, a lengyelországi szerződésre, meg most volt Gyulán július 29-én egy verseny, és ott külön díjat kaptam, mármint a jövő reménysége címmel, és ennek nagyon örültem. Tehát 6 pontot sikerült szereznem, ami nem rossz így a második évben, én azt mondom. Erre vagyok a legbüszkébb. Meg a motocrossban még a régebbi, vagy a magyar bajnokságban 3. lettem, a nyugatkupán 3. lettem. Ezekre vagyok így igazából a legbüszkébbek. És hát idén elismertek téged itthon a Sportgálán is a tavalyi versenyeredményeidért, hoppá kategóriában. Milyen érzés, hogy itthon is ismernek, és elismernek most már szélesebb körben is? Nagyon jó érzés. Nagyon jó érzés, hogy kezdik látni, hogy én is itt vagyok. Beszéljünk picit a jövőről, akár iskolai, továbbtanulási szinten, akár pedig ugye itt a motoros pályafutásod kapcsán. Hát a tanulási az úgy néz ki, hogy mindenképpen szeretném elvégezni az iskolát, de lehet, hogy ez a későbbiekben jövőre, vagy talán 2 év múlva már csak úgy megy, hogy magántanuló leszek, mert annyi verseny lesz, hogy nem tudok már annyit hiányozni. A motorozásból meg most tárgyalunk a Svédországban egy klubbal, hogy esetleg velük egy szerződést, érdekli őket, lehet szeptemberben megyünk ki hozzájuk egy ilyen tesztedzésre, megnéznek, és hát remélem, hogy sikerül. További sok sikert kívánunk akkor a pályádhoz, és köszönjük, hogy eljöttél, és itt voltál velünk. Köszönöm. Magazin műsorunk végén kérem hallgassák meg sportprogramajánlónkat. A Tapolca Kupa nemzetközi nagypályás öregfiú labdarúgó tornát 19. alkalommal rendezik meg a tapolcai ünnepi napok és borhét keretében augusztus 19-én 16 órától a Városi Sport és Szabadidő Centrumban. A torna célja a versenyzési lehetőség biztosítása, a testvérvárosi és nemzetközi sportbaráti kapcsolatok ápolása az ünnepi rendezvénysorozat alkalmából. Résztvevők Marcelháza Szlovákia, PASZ Szlovákia, UMAG Horvátország és a helyi tapolcai öregfiúk FC. A torna védnöke Dobó Zoltán, Tapolca város polgármestere. Részletes információk a 30-as 929 35 40-es telefonszámon, vagy az istvankrisztina@tapolcakft.hu e-mail címen. Augusztus 19-én szombaton rendezik meg a hagyományos dr. Papp Pál Csermek József kalapács vető emlékversenyt. 9 órakor megemlékezés és koszorúzás az alsótó partján a Panteonfalnál a névadók emléktábláinál. A program sport részének a Városi Sport és Szabadidő Centrum ad otthont. 8.45-kor gyermek, újonc, serdülő kalapácsvetők versenye, melynek eredményhirdetése az utolsó versenyszám befejezése után várható. 13 órakor ifjúsági kalapácsvetők versenye, 15 órakor junior kalapácsvetők versenye, 16.30-kor dr. Papp Pál Csermek József emlékverseny, felnőtt kalapácsvetők versenye. 18.30-kor ünnepélyes eredményhirdetés. Az időrend tájékoztató jellegű az egyes számokban induló létszámától függően változhat, de a versenyszámok sorrendje nem változik. További információk a 30-as 929 35 40-es telefonszámon, vagy a www.facebook.com/tapolcasporttelep elérhetőségeken. Szervező Tapolca Kft. Csermek József rendezvénycsarnok, támogató Tapolca város önkormányzata. 3. alkalommal várja a tapolcai amatőr strandröplabda verseny a Városi Sport és Szabadidőcentrum homokos röplabda párjáin. A kétfős női, férfi és vegyes váltó amatőr nem igazolt versenyzők alkotta csapatokat augusztus 26-án szombaton 13 órától. Nevezési lap és nevezés személyesen a Városi Moziban. Online letölthető nevezési lap a www.tapolcasporttelep.hu honlapon, illetve nevezés a tapolcacsarnok@tapolcakft.hu e-mail címen. Nevezési határidő augusztus 24-e csütörtök 16 óra, nevezési díj nincs.
További információk a 30-as 565 1130-as telefonszámon, a www.tapolcasporttelep.hu, valamint a www.facebook.com/tapolcasporttelep elérhetőségeken. Szervező Tapolca Kft. Csermák József rendezvénycsarnok, támogató Tapolca Város Önkormányzata és a Tapolcai Egészségfejlesztési Iroda. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Sportmagazinnal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, addig is viszontlátásra!